Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van ebből a forrásból, hanem küldök képes lapokat is. Mint már említettem, ha becsukom a szememet, megjelenik egy kép előttem, ez nem mozog, tényleg olyan, mint egy képes lap, ami talán hozzád is szól. A mai napon kaptam egy képet. Volt egy ilyen földi út, olyan homokos, olyan száraz, és az út végén volt egy hintó. A hintó előtt egy híd. A híd másik végén erdő volt, virágok, gyönyörű táj, és ott is volt egy hintó. Visszatérve erre a homokos útra, ez úgy megkanyarodott, és visszafele haladt ez az út. Én úgy értelmeztem ezt a képet, hogy mi elérkeztünk most ehhez a hídhoz. És itt megállunk egy pillanatra, elgondolkozunk azon, forduljunk-e vissza, ami a múltat illeti, vagy kezdjünk valami újat, és térjünk át ezen a hídon, hiszen elérhető a másik part, ahol ott az erdő, ott van a virág, sőt, még egy másik hintó is. Tehát döntések előtt állunk. Vagy visszakanyarodunk, vagy átmegyünk a hídon. És hogy értelmezed te ezt a képet, leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most kinyitom a Bibliát, hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Kapok szavakat, mondatokat, gondolatokat, és így tudok kommunikálni ezzel a forrással. Valami tisztázódik körülötted. Ami eddig téged zavart, az most megoldható lesz, tehát tisztázódik valami. Valaki becsapott téged a múltban, de felejtsd el. Van egy férfi az életedben, aki vagy megbántott téged, vagy parancsolt neked, ez a férfi ezt megbánta. Ott, abban a környezetben, ahol élsz, lesz összetartás.
A nép az ország középen van. Akkor is, ha mások ártanak, a nép nagyon szorgalmas, és javulni fog a helyzet. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!